Egy klub vagy egy válogatott sikeressége szempontjából rendkívül fontos, hogy a játékosok jól kijöjjenek egymással. Ennek ellenére mindig voltak és mindig lesznek nézeteltérések csapaton belül is. Bár legtöbbször csak kisebb összezördülésekről van szó, amelyet néhány nap vagy legfeljebb néhány hét elteltével rendeznek egymással a felek. Ám bizony előfordulnak esetek, amikor a csapattársak a konfliktusaik miatt örök ellenséggé válnak. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban bemutatunk nektek 10 olyan csapattársat, akik kifejezetten utálták egymást. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. 10. Andy Cole kontra Terry Sheringham. Andy Cole és Terry Sheringham sok-sok éven keresztül alkotott félelmetes csatárkettőst a Manchester Unitedben és az angol válogatottban is. A pályán kiváló volt az összhang közöttük, így mindenki számára meglepetésként hatott, amikor évekkel a visszavonulások után kiderült, hogy a két játékos kifejezetten utálta egymást. A támadók viszonya 1995-ben romlott meg, amikor Cole a debütáló meccsén éppen Sheringhamet váltotta a válogatottban, aki azonban nem vette jó néven a lecserélését és nem volt hajlandó kezet fogni csapattársával, ehelyett inkább szó nélkül beviharzott az öltözőbe. Cole később elárulta, hogy nagyon rosszul esett neki Sheringham gesztusa, hiszen újonc játékosként sokat számított volna neki néhány bíztató szó, így abban a pillanatban elhatározta, hogy többé nem áll vele szóba. Ezt követően soha többé nem beszéltünk egymással, de nem is bánom. Inkább barátkoztam volna a lábamat két helyen is eltörő Neil Ruddockkal, mint Terry Sheringhammel, nyilatkozta később Cole a Sheringhamhez fűződő viszonyáról. 9. Oliver Kahn kontra Jens Lehmann. A két egykori világklasszis német kapus elmérgesedő rivalizálása a 2006-os világbajnokság előtt két évvel vette kezdetét, amikor is Jürgen Klinsmannt nevezték ki a nacionál elfélére. Addig függetlenül attól, hogy a klub csapatában, a Bayern Münchenben éppen milyen formában védett, Oliver Kahn számította a nemzeti csapat első számú kapusának, így Lehmannnak többnyire meg kellett elégednie a második számú hálóőr szerepével. Azonban Klinsmann a VB selejtezők előtt kijelentette, nála senkinek sincs bérelt helye a csapatban, és az lesz ott a kezdőben, aki a teljesítmény alapján erre rászolgál. A két kapus rivalizálása ekkor egy teljesen új szintre lépett. Szinte mindenki biztosra vette, hogy végül Kahn nyeri majd a versenyt, és ő védheti a válogatott kapuját a hazai rendezésű világtornán, ám a szövetségi kapitány hatalmas meglepetésre Lehmannt nevezte ki az együttes első számú kapuvédőjének. Ugyan a torna alatt a két játékos a közös cél érdekében igyekezett emberi módon viszonyulni a másikhoz, ám a VB-t követően kemény üzengetésbe kezdtek a médián keresztül, a szóháború pedig idővel egyre inkább személyeskedő jelleget öltött. Lehmann például a 12 évvel fiatalabb barátnője miatt bírálta a nagy nyilvánosság előtt Kahnt. Persze a Bayern egykori legendáját sem kellett félteni. Ő azon élcelődött, hogy Manuel Almunia kiszorította honfitársát az Arsenal kapujából. Bár Kahn és Lehmann már évekkel ezelőtt visszavonult, de ha tehetik, még manapság is bebeszólogatnak egymásnak a sajton keresztül, igaz, sokkal visszafogottabb módon, mint korábban. 8. Robert Lewandowski kontra Jakub Laszczykowski. Lewandowski 2010-ben a Borussia Dortmundnál kezdte meg németországi karrierjét, ahol csapattársa lett az ugyancsak lengyel Jakub Laszczykowskinak, aki akkor már 3 éve szolgálta a klubot, így joggal gondolhatta azt az ember, hogy utóbbi játékos segítségére lesz majd előbbinek a gyors beilleszkedésben. Ám nem ez történt, a két futballista ugyanis finoman szólva sem szimpatizált egymással. Kezdetben az ellenkező politikai nézeteik miatt volt feszült a viszonyuk, igaz, ez a nyilvánosság számára nem volt észrevehető. Azonban a köztük lévő feszültség az évek előre haladtával tovább fokozódott, 2013-ban pedig a csúcspontjához ért. Ekkor a sérülés miatt a partvonalon kívülre kerülő Laszczykowski helyett Lewandowskit nevezték ki ideiglenesen a lengyel válogatott csapatkapitányának, ám ez a döntés nem túlságosan nyerte el az előbbi játékos tetszését, aki ennek a sajtóban is hangot adott. Tovább fokozta Laszczykowski Lewandowski iránt érzett ellenszenvét, hogy bár hamarosan felépült a sérüléséből, ám a kapitányi karszalagot nem kapta vissza. A rivalizálásuk egy évvel később újabb szintre lépett, amikor Lewandowski a válogatott minden egyes tagját meghívta az esküvőjére, kivéve Laszczykowskit. A két játékos útja végül 2014-ben vált külön, legalábbis klubszinten, amikor a csatár a Bayern Münchenbe igazolt, ezt követően pedig valamelyest normalizálódott a felek viszonya. 7. Stefan Effenberg kontra Lothar Matthäus. Effenberg és Matthäus 1991 és 1998 között számtalan meccsen lépett pályára együtt a német válogatottban, ezt követően pedig két idényen keresztül a Bayern Münchenben is csapattársak voltak.
Bár lehetett sejteni, hogy a két öntörvényű játékos nem igazán kedveli egymást, ám ez csak akkor vált mindenki számára egyértelművé, amikor Effenberg a visszavonulását követően 2003-ban megjelentette az önéletrajzi könyvét. Ebben ugyanis Mateusról is szót ejtett, akit szájhősnek és gyávának titulált, amiért az argentinok elleni 1990-es világbajnoki döntő 85. percében nem volt mersze elvégezni a megítélt büntetőt, annak ellenére sem, hogy ő volt kijelölve a 11-esek rúgására. Sőt, még egy külön fejezetet is szentelt egykori csapattársának azzal a címmel, hogy amit Mateus tud a futballról. Ez a szakasz pedig egy üres labból áll. Persze Mateus sem kell félteni, hiszen bőven tett azért, hogy kivívja korábbi csapattársa haragját. Egy 2001-es Hansa Rostock ellen 1-0-ra elveszített bajnoki után ugyanis azt nyilatkozta, hogy a Bayern München vezetőségének mi hamarabb meg kell válni Effenbergtől, mivel a középpályás már leszálló ágban van és csak hátráltatja a csapatot. 6. Zlatan Ibrahimovic kontra Rafael van der Vaart. Ibrahimovic 2001-ben lett az Ajax játékosa, amelynek akkor van der Vaart volt a csapatkapitánya. A két hatalmas egóval rendelkező játékos annak rendje és módja szerint már a kezdetektől fogva rivalizált egymással, azonban ez sokáig normális keretek között zajlott. Egy 2004-es svéd-holland válogatott meccsen Ibrahimovic azonban olyan kíméletlenül lépett oda Ajaxos csapattársának, hogy ez kis hián a bokáját törte. Van der Vaart szerint Zlatan szándékosan okozott neki sérülést, mindez pedig az újságoknak is lenyilatkozta. Ibra telefonon kért elnézést csapattársától a tette miatt, ám a holland középpályás nem fogadta el a bocsánatkérést, és továbbra is azt szajkózta a sajtóban, hogy a svéd szánt szándékkal tette a partvonalon kívülre. Ezzel pedig alaposan felbőszítette a hórihorgas támadót. Amikor az említett válogatott meccs után a két játékos visszatért Amsterdamba, a klub vezetősége összehívott egy megbeszélést, hogy kibékítsék a feleket, ám van der Vaartot így sem sikerült jobb belátásra bírni. Zlatan szándékosan csinálta, mondta a holland, mire a svéd játékosnak elborult az agya és a következő szavakat intézte a középpályáshoz. Ha nem fejezed be, majd jól eltöröm a lábad, mind a kettőt és most már szándékosan. Ibrahimovic ezután kijelentette, hogy többé nem akar egy csapatban játszani van der Vaarttal, így talán ennek is tudható be, hogy a szezon végén távozott az Ajaxtól. 5. Kevin De Bruyne kontra Thibaut Courtois. A belga válogatott két meghatározó játékosának barátsága 2013-ban ért véget, miután a kapus és a középpályás egy szerelmi háromszögbe keveredett, melynek csúcsán De Bruyne barátnője Caroline Leine állt. De Bruyne akkoriban a Chelsea játékosa volt, de a Werder Bremennél szerepelt kölcsönben. Barátnője rosszul viselte a környezetváltozást, társasági életre vágyott, és mindezek tetejében még elhanyagolva is érezte magát. Így került az elfogadhatónál közelebbi kapcsolatba a londoni kékektől az Atletico Madridhoz kölcsönadott Thibaut Courtoishoz. Thibaut olyat tett velem, amit az elmúlt három évben sohasem élhettem át. Bármiről beszélgethettem vele, finom ételeket készített nekem. Kevin ilyet sosem csinált, nyilatkozta a félrelépéséről az akkor 21 éves lány, aki később azt is elárulta, hogy a bosszúvágy is vezérelte tettében, mivel a középpályás egy évvel korábban megcsalta őt az egyik legjobb barátnőjével. Érdekesség, hogy a botrány kirobbanásakor Mark Wilmots, a belga válogatott akkori szövetségi kapitánya, felajánlotta De Bruynenek, hogyha kell, akkor kiteszi Courtoist a nemzeti csapat keretéből, ám a középpályás ezt nem akarta. Sokkolt, amit Courtois tett velem, de nem hiszem, hogy jogomban áll valakit megfosztani a válogatott beli szerepléstől, csak azért, mert a pályán kívül valami rosszat tett. Ő egy kiváló kapus, így természetesen azt feleltem a kapitánynak, hogy maradhat, mondta az esettel kapcsolatban De Bruyne. A két játékos később ugyan rendezte egymással a nézeteltérést, de a barátságuk akkor és ott véget ért. 4. Zlatan Ibrahimovic kontra Oguchi Onyewu. A feketeöves tékvándó svéd támadó és a 193 centi magas és közel 100 kiló tömör izom amerikai hátvéd 2010-ben az AC Milan egyik edzésén verekedett össze, melynek következményeként előbbi a bordáját törte, míg utóbbinak kisvártatva távoznia kellett a csapattól. A két monstrum azután esett egymásnak, hogy Ibrahimovic veszélyesen rácsúszott az amerikai védő lábára, amit a sérüléséből nemrég felépülő Onyewu érthető módon igencsak zokon vett. A dütöl vezérelve vállon ütötte Zlatant, aki válaszul lefejelte a csapattársát, ezt követően pedig örre mentek egymással a felek. Brutális volt, mind a ketten 90 kiló fölött voltunk, egymásba kapaszkodva gurultunk a füvön, és közben beletérdeltünk a másikba. Ütöttük, vágtuk egymást, mintha megbolondultunk volna. A dű és az adrenalin elvette az eszünket, túlmentünk minden határon. Írta önéletrajzi könyvében az esettel kapcsolatban Ibrahimovic, aki szerint, ha a játékostársak nem avatkoznak közbe, akkor sokkal rosszabbul is végződhetett volna az Onyewuval való afférja.
Harmadik, Mauro Icardi kontra Maxi López. Icardi és López 2012-ben lettek csapattársak a Sampdoriánál, és argentinok lévén nem csak a pályán, hanem azon kívül is remekül megértették egymást, így szinte rögtön barátság köttetett közöttük. López nagyon sokat segített a beilleszkedésben az ekkor még zöldfülűnek számító, mindössze 19 éves honfitársának, aki ezt azzal hálálta meg, hogy elszerette barátja feleségét, Wanda Narrát. A hölgy ma már Icardi felesége, így az Inter játékosa neveli Maxi López három gyerekét is, akiknek még az arcképét is rátetováltatta a karjára, vélhetően azért, hogy ezzel is bosszantsa egykori barátját. A két csatár azóta kétszer találkozott a pályán, és López nem meglepő módon mindkétszer visszautasította a meccs előtti készfogást Icardival, és gyakorlatilag levegőnek nézte korábbi barátját. Icardit egyébként a történtek miatt az argentinok nagy része gyűlöli, így a korábbi legendás játékos Diego Maradona is, aki szerint szégyen és megbocsájthatatlan, amit a csatár elkövetett. Vélhetően emiatt az ügy miatt vált kegyvesztetté az argentin válogatottnál is, amelynek mezét eddig mindössze 8 alkalommal ölthette magára. Egyesek szerint ebben az Albiceleste csapatkapitányának, a Maxi Lópezzel remek barátságot ápoló Lionel Messinek is benne van a keze, aki nem látja szívesen a csatárt a válogatottnál. Második, John Terry kontra Wayne Bridge. Nőügy miatt került nézeteltérésbe egymással a két egykori kiváló angol védő, John Terry és Wayne Bridge is, akik a Chelsea-ben és a nemzeti együttesben is csapattársak, sőt, mi több jó barátok voltak. Az eset 2009-ben történt, amikor az amúgy nős Terry összeszűrte a levet az ekkor már a Manchester City-t erősítő Bridge modellfeleségével. Ráadásul nem sokkal később kiderült, hogy a nő terhes lett röviddel a titkos viszonyuk kezdete után, mire a Chelsea csapatkapitánya rávette a lányt, hogy vetesse el a gyereket. A beavatkozás egy magánklinikán történt, és annak minden költségét Terry állta, aki fájdalomdíj gyanánt 20 000 fontot is adott a nőnek. Azonban az eset kitudódott, és természetesen óriási botrány lett belőle, melynek következtében a nem sokkal korábban az év angol apukájának is megválasztott Terryt a válogatott csapatkapitányi tisztségétől is megfosztották. Az angol stadionokban pedig gyakorta felcsendült a ha nem tudod, hol van a feleséged, akkor keresd először John Terrynél rigmus. Wayne Bridge az eset következtében egyébként lemondta az angol válogatottságot, mivel nem kívánt egy csapatban játszani Terryvel, akivel ellenfélként később több alkalommal is találkozott, ám a vele való készfogást mindannyiszor elutasította. Első, Karim Benzema kontra Mathieu Valbuena. Karim Benzema ellen 2015-ben indult rendőrségi eljárás, miután a Real Madrid csatárát azzal vádolták, hogy bűntárs volt válogatottbeli csapattársa és jó barátja Mathieu Valbuena megzsarolásában. Utóbbi játékos 2015. júniusában tett panaszt amiatt, hogy egy ismeretlen felhívta és tudatta vele, birtokában van egy kompromitáló szex videó, amelyen ő, illetve a barátnője látható, és ha nem fizet 150 ezer eurót, vagyis 47 millió forintot, akkor nyilvánosságra hozza azt. Benzemát 2015. novemberében hallgatta ki és vette rövid időre őrizetbe a francia rendőrség, majd a Versailles bíróság vád alá helyezte és további nyomozást rendelt el az ügyben. A sértett Valbuena nem sokkal később Benzema ellen vallott és egyértelműen megvádolta a Real Madrid csatárát, aki viszont tagadta, hogy részt vett a zsarolásban. Benzema azzal védekezett, hogy ő csak barátilag figyelmeztette Valbuenát, hogy ne fizessen a zsarolónak, ami viszont azért volt nehezen hihető, mert a zsaroló Benzema gyerekkori barátja volt. Mindenesetre a támadó, akit 2016-ban felmentettek a vádak alól, súlyos árat fizetett az incidensért, hiszen azóta egyetlen alkalommal sem kapott meghívót a francia válogatottba, és vélhetően már nem is fog. Valbuena egyébként 2018 tavaszán úgy nyilatkozott, hogy örömmel fájtalt borítana a múltra, és ha úgy adódna, akkor elfogadná Benzema készfogását, aki viszont a közösségi oldalán kijelentette, hogy a történtek után neki esze ágában sincs kibékülni. Szerintetek melyik volt a legdurvább eset a felsoroltak közül? Írjátok meg a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára!